Az AEG CIB 56400 BX típusú szabadon álló indukciós tűzhely, 50 cm széles, 60 cm mély és 85 cm magas. Ez a modell 4 indukciós főzőzónával rendelkezik, rendkívül gazdaságos és gyors az indukciós főzőfelületnek az üzemeltetése. Hátul található egy extra nagy méretű főzőfelület, elől egy közepes méretű, illetve elől és hátul pedig egy-egy kisebb méretű. Ennek a modellnek rozsdamentes acél kezelőpanelje van, a sűjesztett gomboknak köszönhetően könnyű a felület tisztán tartása. Bal oldalt és jobb oldalt szélen a főzőfelületek kapcsolója található. Ezeknek a főzőfelületeknek a teljesítménye 9 fokozatban állítható, és van egy gyors felfűtési fokozatuk is. Középen ergonomikusan helyezkedik el az órarész, itt tudjuk megadni a sütőnek a sütés idejének kezdetét, végét egyaránt, illetve egyszerű percóraként is használható. A kijelző mellett balra található a hőfokszabályzó, 0-tól 250 fokig állítható a sütő hőmérséklete, amikor a kis piros kontrollámpa elalszik, akkor érte el a beállított hőfokot. A kijelzőtől jobbra található a sütő funkcióválasztó, itt tudunk választani a világítás, az extra gőz funkció, csak alsó, alsó felső, grill, grill plusz ventilátor, hőlégkeverés, infrasütés, hőlégbefúvás, illetve a kiolvasztás funkciók között. Nagyon praktikus az extra gőz funkció. Kiválasztjuk, bekapcsoljuk, alul feltöltjük vízzel, és ragyogóan tudunk otthon péksüteményeket sütni. A nagyméretű panoráma ablaknak köszönhetően jól látható, hogy mi történik a sütőtérben, könnyen szétszedhető a sütőajtó, így az üvegek között is könnyen tisztán tudjuk tartani. Tartozékként van hozzá egy grillrács, egy mélyebb tepsi, illetve egy sütőlemez, és a sütő alján található mélyedésbe kell egy bögre vizet beleönteni, és ezt párologtatja el, így tudunk kiváló kenyérféléket vagy péksüteményeket sütni. Alul egy praktikus tárolófiók található. Ennek a modellnek tartozéka két pár sütősín szerkezet, melyet tetszőleges magasságban lehet felszerelni. A energiaosztályú a sütő része, 58 liter a nettó űrtartalma, a készüléket vagy a márkaszerviznek, vagy arra jogosult szakképzett szakembernek kell bekötnie.